A másik nagy áldása a böjtnek, hogy ilyenkor az emésztő rendszerünk pihen. Ez ritkán történik meg, ugyanis, mint mondtam, a legtöbb ember kávé reggeltől estig eszik, és folyamatosan terheli az emésztőrendszerét. Nem véletlen, hogy rengeteg emésztőrendszeri probléma van manapság. Mert eszik valamit, egy óra múlva megint eszik valamit, megint nincs ideje az emésztőrendszernek pihenni. Viszont ha böjtölünk, ez végre megtörténhet. Amikor böjtölünk, a gyomornak nem kell forgatnia az ételt, nem kell emésztő enzimeket termelni, és ezért végre kap egy kis szabadságot az emésztőrendszerünk. Főleg annak, akinek van valami emésztőrendszeri problémája, ez egy nagyon nagy áldás lehet.